Sziasztok! A mai rész egy kicsit rendhagyó film lesz, ugyanis ma nem egy állatcsoportról vagy egy élőhelyről fogok nektek beszélni, hanem számomra az egyik legtöbb behatást keltő műről, méghozzá a Dzsungelkönyvéről. Nyilván nem tévedek túl sokat, vagy talán semennyit sem, hogyha azt mondom, hogy mindannyian szinte ismeritek a Dzsungelkönyvét valamilyen formában. Hát az eredeti műből, amit Rudyard Kipling írt, már rengeteg mese és filmadaptáció keletkezett, még mesesorozatok is. Ezek közül kiválasztottam néhányat, amiben meg fogom nézni, hogy a valódi indiai dzsungelben élő állatokkal mennyire lehet összehasonlítani őket. Tehát, hogy mennyire hasonlítanak a valós viszonyokhoz. Három filmet és két mesét választottam ki. A legelső az 1942-ben született legelső dzsungelkönyve film, ami egyúttal számomra is a legelső dzsungelkönyve film volt, amit láthattam, és nagyon nagy behatást, benyomást tett rám a film akkori szemmel. Második film a listán az 1994-ben készült Mowgli, a dzsungelfia nevezetű alkotás. Ez már egy kicsit eltér az eredeti dzsungelkönyve történettől, bár vannak benne hasonlóságok, de több a különbség. A harmadik film az a 2016-ban készült dzsungelkönyve film, amit a Disney készített. Egyébként szerintem ez az egyik legjobb, ami készült eddig a témában. Később ki is fejtem, hogy miért. Emellett még az 1967-es ugyancsak a Disney által készített dzsungelkönyve rajzfilmet és annak a folytatását is kicsit bevettem a filmbe, ami 2003-ban készült Dzsungelkönyve 2 néven. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor vágjunk is bele. A főbb szereplőket hát úgy gondolom, hogy nem kell nektek bemutatnom, ugyanis szinte mindenki ismeri őket. Filmenként be fogom mutatni az összeset, természetesen amelyikben szerepelnek. Ugye hát Maugliról természetesen nem fogok külön beszélni a kisfilmben, mert ő tudjuk, hogy emberi élőlény. Én az állati szereplőkre értettem. A legelső közülük Bagira a fekete párduc. Bagira egy nagyon bölcs fekete párduc, aki Mauglit odavitte a farkasokhoz, hogy neveljék föl, miután megtalálta a dzsungelben. Nos, Bagira a legtöbb filmben nagyon is karizmatikus, de közben nagyon bölcs nagymacska is. Habár a Maugli a dzsungelfia című filmben Bagira karakterét szerintem nem leopárd, hanem egy jaguár játsza, ebből az látszik, hogy jóval szélesebb és nagyobb a feje, mint egy leopárdnak, és elég vaskos is a test felépítése. A 2016-os dzsungelkönyve filmben nagyon szépen meg van csinálva Bagira alakja, ám abban is az eredeti párducnál, leopárdnál szerintem jóval nagyobb benyomást kelt. Nos, én gyerekkoromban sokáig nem hittem, hogy Indiában is vannak farkasok. Vannak indiai farkasok valóban a nyíltabb erdőkben, India nagy részén, ám ma már sajnos elég ritkának számítanak, és átlagosan kisebb testűek az északabbi farkasoknál. A művek jó részében, a filmek és mesék jó részében, de főleg a filmekben nagyobb testű farkasokat ábrázolnak, amik főleg ilyen északias elterjedésű farkas benyomását keltik. Ilyen szempontból egy kissé falsnak tűnik a bemutatásuk, ám a műből ez szerintem nem vesz le értéket. Ja, és igen, az is igaz, hogy farkasok ilyen esőerdőszerű környezetben, dzsungelszerű környezetben nem nagyon fordulnak elő Indián belül. Ott inkább ilyen szárazabb, bozótos, füves, ritkás erdős területeken élnek, és nem ekkora falkákban, mint amiben láthatjuk őket a mesékben, filmekben. Minden egyes dzsungelkönyve filmben és mesében vannak elefántok, és ezek kivétel nélkül ázsiai elefántként vannak ábrázolva, ami így helyes is. A vezetőjük a Háti nevet viseli. Nem minden filmben van benne név szerint Háti, ám amiben benne van, abban általában
tudjuk, hogy kiről van szó. Biztosan tudjátok azt a jelenetet, amikor az 1967-es dzsungelkönyve rajzfilmben masíroznak végig az elefántok a szavannán, mint egy katonai csapat, élükön háti valaki vezényli őket. Na most azt érdemes tudni az elefántok együttéléséről, hogy valójában a főnök szerepet azt az idős nőstények veszik át, és a bikák teljesen külön csoportokban élnek, az idős bikák, mint amilyen a háti is, valójában a szabadban magányosan élnek, kivéve a párosodási időszakot. Szerintem sokunk kedvenc szereplője Balú, aki egy nagyon mókás barna medve, legalábbis a rajzfilmben nagyon mókás medve, szinte örökösen bohóckodik, ám az eredeti dzsungelkönyve műben ő a farkasoknak a tanítója, aki nagyon bölcs állat, és mindenre megtanítja a fiatal farkasokat a dzsungelben való életben maradáshoz. Na most Balúval az a helyzet, hogy a legtöbb rajzfilmben és filmben barna medveként ábrázolják, vagy a Maugli a dzsungel fia nevű filmben barna színű fekete medvének. De valójában barna medve nem él az indiai dzsungelekben, csak a Himalája magasabban fekvő részein. Balú az valójában ajakos medve, vagy lajhár medve más néven. Teljesen máshogy néz ki a valóságban, mint ahogy a filmekben. Valószínűleg már megszokottá vált, hogy Balú alakja barna medve a rajzfilmekben, ezért ilyen az alakja. Az ajakos medve tényleg eltérő a barna medvétől, jóval kisebb is, és a feje is más formájú. Egyébként az a jelenet az nagyon jó, mikor az 1967-es Disney rajzfilmbe ropja a majmokkal együtt a táncot. Az nagyon kis mulatságos volt. És ha már a majmoknál tartunk, akkor hadd mutassam be, illetve hát bemutatni nem kell, mert szerintem mindenki ismeri Lajcsit, az orángutánt, aki az 1967-es dzsungelkönyvében jelenik meg, a többi műben nem szerepel egyébként. Na most ő egy nagyon mókás karakter, azonban kissé erőszakos módon próbálja Mauglitól kérni a tűznek a receptjét, amit hát ugye ő nem tud átadni neki, mert nem ismeri. Na most Lajcsi egy orángután, ami valójában Indiában nem fordul elő, csak is jóval délkeletebbre Borneo és Szumátra szigetén találkozhatunk vele az ottani esőerdőkben. 2016-os Disney változatban pedig Lajcsi sokkal-sokkal nagyobb főemlős, ami valójában egy kihalt főemlősre hasonlít a Gigantopithecusra, amely a valaha ismert legnagyobb főemlős lehetett. Nagyjából 100 000 évvel ezelőtt halhatott ki a faj, ő Indiában is előfordult. Bár nem tartom valószínűnek, hogy túl sok ember találkozott volna vele abban az időben. A 2016-os dzsungelkönyvében lévő majmok nagyon sokfélék, vannak köztük langúrok, makákók, illetve gibbonok is, ám gibbonok azok Indiának azon a részein nem fordulnak elő, ahol a dzsungelkönyve játszódik, inkább csak az esőerdő részeken. És akkor ugyancsak a Disney 1967-es rajzfilmjében, és csak abban szerepelnek szereplőkként kesejük. Kesejük valóban léteznek Indiában, de a farkasokhoz hasonlóan ők sem az ilyen dzsungelszerű, esőerdőszerű részeken fordulnak elő, hanem inkább a nyíltabb tájakon, szavannákon, ritkásabb erdőkben. Ott azonban előfordul vagy 3-4 féle kesejű fa is. Az egyik legszebb ezek közül a vörösfejű kesejű, de a bengáli kesejű és az indiai kesejű is itt fordul elő. Sajnos manapság már nem túl gyakoriak, ugyanis a szarvasmarha tetemekbe helyezett antibiotikumok miatt elpusztulnak az állatok, hogyha ilyen tetemeket fogyasztanak. Egyébként a rajzfilmben igen mókások a kesejük, próbálják jobb kedvre deríteni Mauglit, ami sikerül is nekik egy idő után. A 16-os változatban csak egy jelenet erejéig szerepel néhány kesejű, amint sírkán zsákmányának a maradékát fogyasztják. Számomra az egyik legkarizmatikusabb szereplő Ká, az óriás kígyónak a személye, aki az 1967-es Disney rajzfilmben hát félig meddig mókás szereplő, mivel hogy soha nem sikerül elkapni a Mauglit, ám
a valódi filmekben, az eredeti művekben K. az valójában a jók közé tartozik, és egy hatalmas piton valójában, ám sokkal kisebb a valóságban, mint amilyennek látjuk a filmekben vagy a mesékben, és jóval kevésbé mozgékony is, mivel hogy több 10 kilós súlyt is elérhet. Ám a hosszúsága valóban meghaladja Jócskán a valóságban elért hosszát. K valójában egy indiai tigrispiton, ami nagyjából ilyen 6-7 méter hosszúra nőhet meg maximálisan, és nagyon szereti a vizek közelségét. Zsákmányát szorítással öli meg, izomerővel, illetve a zsákmány nem jut levegőhöz egy idő után, mert elzárja a légjáratait. Most egy olyan szereplő következik, aki nem az összes filmben szerepel, sőt meglepően kevés filmben vagy mesében szerepel. Ő Tabaki, a sakál. Vagy bizonyos helyeken hiénának is ábrázolják. Egyébként Tabaki az mindig sírkán közelében jár, mivel hogy az ő táplálékának a maradékát eszi, és hát nyilván nem a pozitív szereplők közé tartozik. Tabaki megjelenésében egy anime rajzfilm sorozatban megjelenik csíkos hiénaként, ami valójában tényleg előfordul Indiában, a csíkos hiéna, úgyhogy ez egy nagyon jó ábrázolásmód. Más mesékben, például egy ilyen háromdimenziós animációs rajzfilm sorozatban Tabaki egy sakál, de inkább hasonlít szerintem egy rókára megjelenésben. Tehát két állatfajként is ábrázolják, mind a kettő előfordul Indiában egyébként, tehát nagy tévedést nem ejtettek egyik helyen sem. És a valóságban is ezek az állatok elsősorban dögevők, ám fogyasztanak kisebb zsákmányokat is, tehát ők maguk is zsákmányolnak, ha lehetőségük van rá. És az egyik kedvenc szereplőm a Dzsungel könyve történetében, ám a negatív szereplők közé tartozik, és a úgymond a főgonosz a műben is, Sírkán a tigris, a bengáli tigris. A 2016-os filmben nagyon jól megcsinálták Sírkánt, nagyon valósághűen néz ki tigrisként, és rendkívül agresszív is ebben a változatban. Egyébként az egyetlen olyan film, amit ismerek a műfajban, dzsungelkönyvéből, amiben Sírkán nem gonoszként, hanem a dzsungel uraként szerepel, az az 1994-es Maugli a dzsungel fia. Ebben Sírkán a végén elfogadja Mauglit, mint dzsungel lakót, és nem esik egyikőjüknek sem bántódása. Egyébként én Sírkán sem tartom gonosznak, persze a valóságban, mivel hogy a tigris is hozzájárul az indiai dzsungeleknek az egészségének a fenntartásához. Tehát a tigrisekben nincsen bosszú vágy, mint a rajzfilmekben vagy a filmekben szereplő Sírkánban. Ők csak azért vadásznak, hogy megéljenek és életben maradjanak. Na most annyi van még hátra, hogy a filmváltozatokat egy kicsit összehasonlítom egymással, rangsorolásilag. Nos, harmadik helyezett az Mowgli a dzsungel fia lett. Ebben ugyanis inkább valódi esőerdőt láthatunk, és nem annyira indiai dzsungelt. Az állatok közül sok olyan is szerepel benne, ami valójában nem fordul elő Indiában, vagy nem ilyen formában fordul elő Indiában. És hát maga a történet is egy kicsit eltér az eredeti száltól, ám ettől még teljesen nézhető alkotásról van szó. Rám ez is nagy hatást tett gyerekkoromban. Például ebben a filmben K, az nincs is megemlítve név szerint, egy óriás kígyó van benne, méghozzá Majomvárosban, de az nem piton, hanem egy zöld anakonda, ami Dél-Amerikában honos faj. Második helyezett a listámon az 1942-es dzsungelkönyve film. Ez a film már nagyon régi, és meg is látszik rajta bizony, főleg díszletekben játszódik, ám nagyon sok olyan állat van benne, ami valójában is előfordul Indiában. Ám van néhány, ami egy kicsit kitűnik a többiek közül. Igaz, hogy egy nagyon kicsi filmkockában, vagy jelenetben, de szerepel benne Tabaki, amiben egy hiénaként jelenik meg, de ez nem csíkos hiéna, hanem foltos hiéna, és a foltos hiéna az az afrikai szavannák egyik csúcsragadozója, úgyhogy ennyi tévedés van benne, de ez elfér szerintem. És abszolút első helyezett a listámon a 2016-os dzsungelkönyve film. Én azt
ámulva néztem a mozivásznon, és azóta is nagyon szeretem megnézni, mert tényleg olyan a film, mintha az indiai dzsungelben járnánk. A környezet is nagyon hasonló, az állatfajokat is úgy csinálták meg benne, hogy nagyon valósághűek, és valóban csak olyan fajok vannak benne szinte, amik az indiai dzsungelben megtalálhatók. Én azért szeretem ezt a filmet nagyon, mert rengetegféle állatot bemutat még a főbb szereplőkön kívül is. Például, amikor kiszáradnak a vizek, és csak a békekő környékén marad víz, akkor ott megjelenik indiai antilop, nilgau antilop, indiai orrszarvú, mocsári krokodil, páva, indiai tarajossül, és ezek mindegyiket tényleg előfordul ezeken a területeken. Az állatok mérete olykor kissé nagyobb, mint a valóságban, szerintem. Ennek oka az, hogy maga a film az teljes mértékben számítógépes animációval készült. Az egyetlen valódi szereplő benne Maugli szereplője, Neil Sethi. Tehát egy egész életközösséget mutat be ez a film igazából, és ezért nagyon tetszik nekem. Tehát szó ami szó, a dzsungelkönyve az számunkra nagyon nagy behatásokat tett, gyerekkorunkban főleg, és ez rám fokozottan igaz, ugyanis az egyik oka az volt, hogy az állatokba beleszerettem, az a dzsungelkönyve volt. Hát remélem, hogy tetszett ez a rész is, és hogyha a későbbiekben is szeretnétek ilyen mese kontra valóság, vagy film kontra valóság videókat látni tőlem, ahol az állatokat összehasonlítom, akkor ezt jelezzétek nyugodtan, akkor csinálok még ilyeneket. Találkozunk legközelebb, sziasztok!